Hello! Itt vagyok, és Murakamit most eltesszük. Ugye a könyvfesztivál egyik kedvenc kis játéka volt, de azt hiszem, hogy most ő nem fog kelleni. Ez egy bukhol videó lesz, megmutatom, hogy a könyvfesztiválon miket szereztem be. Az első, amit megvettem egy ajánlás alapján, az Boldizsár Ildikó Hamupipőke Facebook profilja. Hú, de nehéz kimondani, Hamupipőke Facebook profilja. Barom érdekes szerintem a címe is, nagyon figyelemfelkeltő, tök jó a borítója. Boldizsár Ildikó az a hölgy, aki a meseterápiát Magyarországon meghonosította. Azt mondja, hogy minden mesében a főhősnek vagy a szereplőknek megvan a története, hogy A-ból B-be eljutnak, tehát elérik a céljukat, és mindegyik esetben jellemfejlődés is tapasztalható. Úgyhogy az ő terápiájának nagyon dióhéjban ennyi a lényege. Most a másodiknál tartok, Holle anyu meséjét húzta rá a hölgynek az esetére. Baromi érdekes, és kíváncsi vagyok, hogy a végén mennyivel leszek több ez a könyv által. A második dupla könyv, hiszen ez egy sorozat, a bélügyek és a bőrügyek. Manapság elképesztően sokan szenvednek mindenféle gyomorbántalmaktól. Azért vettem meg, mert ha két dolog van, amivel szenvedek, az a bőröm és a gyomrom, úgyhogy most bízom benne, hogy valamiféle megoldást találok. Azt hiszem, a bőrügyekkel fogom kezdeni. Vagy a bérügyekkel, vagy nem tudom, bármelyikkel. A harmadik, amit beszereztem, az David Walliamsnek az új könyve, az Éjféli Banda. Én tavaly nyáron olvastam tőle az első, talán az volt az első könyv, amit magyarra fordított a Kolibri kiadó. Nagyon tetszett. Írtam is róla a blogomon, majd keressétek meg, majd belinkelem. Ugye ő azt mondja, hogy ez egy kedvenc írója a Roald Dahl, az én egyik kedvenc íróm is Roald Dahl, és az ő kicsit az ő stílusát próbálja továbbvinni. Mindig azt mondom, hogy egy-egy komolyabb hangvételű, egy-egy ilyen megrázóbb, meg lélektani könyv után nekem jól esik gyerek és ifjúsági irodalmat olvasni, úgyhogy tartom ezt a jó szokásomat, és ezért vettem meg ezt a könyvet. Nagybetűs egyébként, és elég sok illusztráció található benne. Ugye ez is egyébként Dahlra jellemző, ezt a hagyományt viszi tovább. Negyedik, ha már Roald Dahlt emlegettem, pont itt van, Charlie és a nagy üveglift. Ez egyébként a legújabb Roald Dahl könyv, amit ebben a kiadásban kiadtak. Nagyon szépen illusztrált, egyébként hasonló, mint a Walliams könyv, amit az előbb mutattam. Történet a Charlie és a csoki gyár folytatása. Ötödik, az Péterfi Novák Éva és férje Péterfi Gergely közös könyve, a Panda ölelése, ami most jelent meg, ha jól tudom, a könyvfesztiválra. Péterfiék egy ösztöndíjnak köszönhetően jutottak el Kínába, és az élményeiket a tőlük megszokott humoros módon írták meg ebben a könyvben. A Nincs időm olvasni kihívás csoportjában Éváról már nagyon sokszor volt szó, az Egyasszony és a Rózsaszín ruha is egy nagyon népszerű könyv volt az elmúlt hónapokban a csoportban, és ennek köszönhetően Évát ugye meghívtam az előző találkozónkra, az előző budapesti találkozónkra. Hát szerintem, aki ott volt, az mindenki beleszeretett Évába, és azóta Éva fan lett, úgyhogy jelentem a fanoknak, hogy itt az újabb könyv, amit lehet olvasni. Hatodik, az Éjjeli Napfény Trish Cooktól, akinek egyébként nem tudom, van-e köze Robin Cookhoz. Filmet ugye nemrég mutatták be a mozikban, szerintem pont múlt héten, vagy múlt hét előtti héten, úgyhogy egészen friss. Ez egy 17 éves Katie nevű lányról szól, akinek egy olyan furcsa betegsége van, hogy egy minimális napfény is halálos lehet, halálos fenyegetés lehet a számára. Egy nyár története, egy szerelem története, azt mondják, hogy jó, hát kíváncsian várom. Hetedik, Krausz Emma osztálykép. Őt azért hoztam el, mert a csoportból Bognár Andival találkoztam, aki ugye lelkes olvasója és lelkes tagja a Nincs időm olvasni kihívásnak, és ő említette, hogy egy barátnője írta ezt a könyvet. Ugyan vannak fenntartásaim azokkal a szerzőkkel szemben, akik 20 évesek, de próbálom ezeket az előítéleteket most ledönteni. És az utolsó, egy nagyon cuki gyerekkönyv, A nap, amikor a zsírkrétek fellázadtak. Na most az első, ami miatt észrevettem, hogy Dragomán Pali és Szabó T. Anna fordította, és meg is kérdeztem ott a fesztiválon a hölgyet, aki képviselte a kiadót, és ő mondta, hogy ugye ők az Annának elküldik, ugye ismerjük Szabó T. Annát, egy elképesztően jó kortárs írónőnk, és nem egyszer fordult már elő, hogy amikor gyerekkönyvet küldtek Annának, hogy fordítsa, akkor a fiának, Palinak annyira megtetszett a történet, hogy ő fordította, úgyhogy tulajdonképpen ezt is már így közösen jegyzik Dragomán Pali és Szabó T. Anna. A zsírkrétek fellázadásáról szól, amit a könyvfesztiválos videómban is láthatjátok.
ezt felnőtt készítette egyébként, de direkt okkal úgy, mintha gyerekrajzok lennének, és a zsírkrétákról, levelekről, hogy egyes zsírkréták fellázadnak, és szeretnének nem pirosak lenni, hanem másmilyenek lenni, nyilván rengeteg mögöttes tartalma van, kíváncsian várom, hogy az egész könyv egybe elolvasva milyen élményt jelent. Mutatok még egy képet belőle. Itt van, ez amúgy a végső konklúzió, úgyhogy nem lövöm le a point. Úgyhogy ezeket szereztem be az idei könyvfesztiválon. Azt hiszem egyébként, hogy egy szép kis kötekkönyv. Remélem, hogy még idén a végére érek. Ennyi volt ez a book haul videó, az első ilyen book haul videóm. Remélem tetszett, ha igen, akkor iratkozzatok fel. Szeretnétek még ilyen videót, akkor kommenteljetek és jelezzétek, és jönnek még az ilyen jellegű videók. Sziasztok!